Játékmesék! Sziasztok gyerekek, ki szereti a kakaót? Én egyszerűen imádom! Termesszünk most kakaóbabot? Ehhez először is kell nekünk néhány gép. Már pontosan tudjuk. Nézzétek, ez egy különleges gép. Ilyennel még nem dolgoztunk. Nézzétek, lyukakat tud szúrni a földbe. Miért is? Mert a kakaóbab egy cserje. Bizony, nem a földön nő, mint a normál paszúj. Most pedig megtöltjük, mert hát ugye ez a gép sem működik üzemanyag nélkül. Indulás szépen! Menjünk ki a földekre, és vessünk a kakaóbabot. Gyönyörű, szép, tiszta földünk van. Na most! Ezt meg fogjuk szépen kultiválni. Nézzétek, ott vannak a lyukacskák. Ebbe bele fogjuk tudni ültetni a kakaónkat. Köszönjük szépen, kis farmer bácsi. Ó, mi lett a traktoroddal? Nem baj, rendbe hozod. Ó, és mi lett a mi teherautónkkal? Na, lemossuk. Ó, milyen tuti forgókefénk van. Ezzel nagyon könnyű volt. Mehet is. Egy kis öblítés. És indíts vissza a depóba. Viszont, hogy legyen nekünk kakaónk. Jaj, de nagyon szeretem. Reggelire olyan finom kis vajas kiflivel. Jöhet nekünk ez a kis traktor. Ez kihozza a műtrágyát. Hát, nincs ezzel mit szépíteni. Meg kell erősíteni egy kicsit a földet. És szépen egyúttal el is fogjuk majd veteményezni a kakaóbabjainkat. Esik az eső! Ó, az mindig jól jön! A kis teherautó meghozta nekünk a kakaóvetőbabot. Látod? Úgy-úgy, három zsákkal nagy területet fogunk bevetni. Ez most csak egy kis rész lesz, amit mutatunk. Indulás! Ó, de szépen bevetette. Na, mi lett veled? Nem is dolgoztál olyan sokáig. Lecsiszoltuk. Lefestettük. Hú, ez valami varázsfesték lehet. Nagyon gyorsan lefestette, és meg is száradt. Azt a kutyafátokat el innen, madarak! Hú! Na most! Ez egy öntözőgép! Nézzétek, milyen hatalmas karjai vannak! Bizony, ezek hatalmas területet be tudnak locsolni, mert hát még épp, hogy elvetettünk. Na most, ezt is meg kell szépen, hogy... Megtöltjük, és mehet is ki. Nem összetévesztendő. Ő vizet fog kipriccolni. Hát, esik az eső is. De hát, egy kis extra víz sosem árt. Van benne némi kis vitamin is. Ho-ho, de megindultak! Nagyon jó, jön a kakaóbab cserénk. Már megint itt vannak ezek a madarak a búzaföldön. El innen! Úgy! Nézzétek csak! Ahó! Úgy! Ó, mi lett veled is? Szerencsére gyors mosónk van. Hoppá! És már kész is van, jöhet az öblítés. Mehet is vissza. Úgyni, szépen. Fedél alá vele! Nagyon tiszta lett. Na most, ez mi? Ez majdnem olyan, mint a permetezőgép. Miért kell mindig mindent permetezni, meg növényvédő szerezni? Hát, gyerekek, sajnos nagyon sok a kártevő. Nem sok mindent tudunk már tenni. Vigyázni kell a növényeinkre.
másképp nem lesz mit enni. Természetesen értelmes keretek között. Na most! Jaj, de szép levelei vannak. De látjátok, még eléggé kis satnyák a termések. Az már ott a kakaóbab, képzeljétek el. Ebből jössz a finom, finom kakaó. Nézd csak, kap egy kis vitamint, és már nagy is lesz, és megérett. Bizony, ilyen szép, tulajdonképpen kakaószínű. Hosszadalmas eljárással, de elkészül belőle a kakaó. Úgy, helyrehoztuk a kis permetezőgépet. Köszönjük a vitamint. A traktor megint elromlott. Szerencsére a bácsi mindent meg tud javítani. Indulás! Hoho, most már megyünk betakarítani! Nézzétek, mekkora teherautó kell. Ugye mondtam, hogy nagy területet bevetettünk. Persze, ő is szomjas. Már a kútasztop is mosolyog. Megyünk kakaót inni. Ó, de szeretem. Én nem szeretem, ha túl édes. Én azt szeretem, ha olyan picurkát kesernyés. Nézzétek a bácsi, milyen ügyesen szedi! Wow! Megtölti az egész teherautót. Őrült ügyes! Nagyon jó, lesz itt kakaó! Ó, de szeretem. Megérdemlik, hogy lemossuk ezt a teherautót. Olyan szép munkát végeztek, és betakarították a rengeteg kakaót nekünk. Mehet is, mehet is. Jön a kakó. Itt egy teherautó. A hasonló teherautóval hoztuk a leges legelején. Aha, a magvakat. A vetőmagvakat. Valószínűleg most is szállítani fogunk vetőmagot. Lehet, hogy már a mi termésünk lesz az új vetés? Nem, még először a gyárba kell menjen. Mert hát ugye, el kell készítsük azt a kakaót. Ez egy bonyolult eljárással készül, nem is untatnálak vele benneteket. Meg hát én sem tudom. A lényeg az az, hogy kinyerjük a kakaómagvakból a száraz anyagot, meg valahogy a kakaóvajat. Teszünk hozzá ezt-azt, és kész lesz belőle a finom kakaó. Nézzétek! Ott a kakaó süti! És mindenféle alakú. Júj, de jó! Indulás is a boltba, mert a gyerekek már nagyon várják a kakaó sütit, én pedig a kakaót. Nézzétek, milyen szépen helyre tudjuk hozni. Nagyon jó! Meg is van. Ennyi volt hát az emese, ha szeretnétek hasonlókat látni. Nézzétek meg a játékmesék további epizódjait is, és ne felejtsetek el feliratkozni. Pápá, és viszlát! Játékmesék!